Anglia a cserembere góljával 2-1-re legyőzte Hollandiát és bejutott az Európa bajnokság döntőjébe. Meglepetés! Nem Uruguay lesz a Copa America döntőjében Argentina ellenfele. Megvan a megegyezés az FC Barcelona és Nico Williams között. A Real Madrid fontos bejelentést tett Kylian mbappé -val kapcsolatban. Thomas Müller és Kingsley Coman is lemondhatja a válogatottságot. Törökországba igazolhat a Láció gólrekordere. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka tv ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. Ha új vagy itt és imádod a focit, akkor csatlakozz hozzánk egy feliratkozással, és érdemes a csengőre is rákattintani, hogy időben értesülj a legújabb videóinkról. Most pedig térjünk rá a foci világ legfrissebb és legérdekesebb híreire. Tegnap este lejátszották a másik elődöntőt is az Európa bajnokságon, amelynek tétje az volt, hogy Hollandia vagy Anglia lesz -e a spanyol válogatott ellenfele a vasárnapi fináléban. A találkozó előtt nem sokkal hatalmas vihar csapatlan mérkőzésnek helyt adó Dortmund városára, ami ezúttal is grandiózus vízeséseket eredményezett az Zignáli Duna Park stadion lelátójának egyes részein. Szerencsére azonban a meccs kezdetére már kitisztult az idő, így minden adott volt ahhoz, hogy a két csapat egy remek mérkőzést játszana egymással. Az első idő pedig nem is okozott csalódást, hiszen ez a játék rész kifejezetten élvezetes volt. A hollandok például már a hetedik percben előnybe kerültek, köszönhetően Csávi Simonsnak, aki mintegy 17 méterről hatalmas gólt ragasztotta az angol kapu bal oldalába. Ezzel pedig 21 évesen és 80 naposan ő lett Hollandia történetének legfiatalabb játékosa, aki be tudott találni egy Európa bajnokság egyenes kieséses szakaszában. Az orányja vezetése azonban nem sokáig tartott, mert hogy miután Denzel Dünfri a saját 16-osán belül let a talpalta heriként, az angolok a 18. percben büntetőhöz jutottak, amit a sértett maga biztosan értékesített, egy-egyre módosítva ezzel az eredményt. Mindössze 5 perccel később pedig már kis hián három oroszlánosoknál volt az előny, azonban Phil Forden próbálkozása után Dünfris javítva a 11-esnél elkövetett hibáját, menteni tudott a golvonalról. És a szünetik hátralévő időben is ez a két játékos játszotta a főszerepet, hiszen mindketten eltalálták egy-egy alkalommal a kapufát, a holland játékos fejjel, az angol Gól pedig lábbal. Ugyanakkor több gól ebben a játék részben már nem született, vagyis egy-egyes döntetlen emeltek neki a csapatok a második félidőnek, amely viszont színvonalban már messze elmaradt az elsőtől. Így sokáig az állás sem változott, míg nem elérkeztünk a meccs 91. percéhez. Ekkor ugyanis a 10 minutummal korábban Herikén helyére becserélt Oli Watkins jól helyezett lövése utat talált a holland kapu bal alsó sarkába. Ennek eredményeképp pedig a meccs az angolok 2-1-es győzelmével ért véget. Vagyis Gerrit Southgate együttese jutott be az Európa-bajnokság vasárnapi döntőjébe, ahol majd a spanyol válogatott lesz a három oroszlánosok ellenfele. A hollandok a lefújás után érthető módon rendkívül csalódottak voltak a vereség és a kiesés miatt. Mindemellett pedig Félix Zweier játékvezető tevékenységével sem voltak túlzottan megelégedve, aki főleg a Harry Kéle alpalásáért megítélt büntető miatt kapott rengeteg kritikát. A kritizálók közé tartozott az oránya csapatkapitánya Virgil van Dijk is, aki a találkozó után a Bein Sportsnak a következőket nyilatkozta a német bíróról. Azt hiszem elég beszédes, hogy a meccs után a játékvezető nagyon gyorsan behúzta a csíkot az öltözőbe, még kezet sem tudtunk fogni vele. A meccs véget ért, vesztettünk és ezt nagyon nehéz elfogadni mondta Liverpool klasszisa. Ennél is keményebben fogalmazott viszont a játékvezetővel kapcsolatban az egykori holland kiválóság, az EB alatt szakkommentátorként tevékenykedő Pierre van Hoydonk, aki eképpen fogalmazott. Félix Zweiert fekete listára kell tenni. Az első félidőben megítélt büntető, valamint a második játék részben hozott rossz ítéletei nagyban befolyásolták a meccs végkimenetelét. Bosszankodott a korábbi holland csatár. De a hollandok szövetségi kapitánya Ronald Koeman is rendkívül dühös volt a bíróra, hiszen a következőket mondta vele kapcsolatban. Véleményem szerint ezért nem szabadott volna büntetőt ítélni. Kén elrúgta a labdát, aztán összeértek a cipők. Nem lehet így rendesen játszani, és ez a var miatt van. Ez tényleg tönkreteszi a futbalt, jelentette ki a 61 esztendő szakember a lefújás után. Magyar idő szerint ma hajnalban rendezték a 2024-es Copa America második elődöntőjét, mégpedig Uruguay és Kolumbia részvételével. A meccs pedig némi meglepetése utóbbi válogatott 1 0 győzelmével zárult, köszönhetően Jefferson Lerma 39. percben elért szöglet utáni fejes góljának. Pedig a torna egyik nagy favoritjának tartott Uruguay Daniel Munoznak az első félidő legvégén történt kiállítása miatt a teljes második játék részben emberelőnyben játszhatott, ám Marcelo Bielsa csapata így sem tudta bevenni James Rodriguez kapuját. Ez pedig azt jelenti, hogy Kolumbia lesz majd Argentina ellenfele az idei Copa America döntőjében, amely majd hétfőn kerül megrendezésre. A torna bronzmeccsét pedig egy nappal korábban vasárnap rendezik, ennek során pedig majd Kanada és Uruguay csap össze egymással. Látogass el partner oldalunkra a büntető.comra, ahol a friss foci és egyéb sportágakkal kapcsolatos hírek mellett elemzések, sportszakmai tartalmak, könnyed ismeretterjesztő cikkek, portrék, illetve a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel készített exkluzív interjúk is várnak rád. Az oldal pontos elérhetőségét megtalálod a videó leírásában. A visszavonuló Tony Cross után hamarosan egy újabb legendás játékos int búcsút a német válogatottnak. A Sportbild újságírója Christian Falk ugyanis azt állítja, hogy értesülései szerint Thomas Müller úgy döntött, hogy a jövőben kizárólag klubcsapatában a Bayern Münchenben kíván pályára lépni, és többet nem ölti magára a nacionál elszerelését. Ha ez igaz, akkor a múlt pénteki spanyolok elleni 2 1 elveszített LB negyed döntő volt a 34 éves kiválóság utolsó meccse a nemzeti csapatban, amelynek vezét a 2000 2010-es debütálás óta nem kevesebb, mint 131 alkalommal ölthette magára, amivel Lothar Mateusz és Miroslav Klóze mögött a harmadik helyen áll hazája válogatottsági ranglistáján. És állítólag a válogatottságtól való visszavonulás gondolatával kacérkodik a francia szélső Kingsley Coman is. Erről tegnap a tekintélyes francia sportnapi lap a Lékip írt elsőként, amely szerint a Bayern München 28 éves támadójában azt követően merült fel az a lehetőség, hogy lemondja a válogatottságot, hogy az Európa bajnokságon csupán 15 percnyi játék lehetőséget kapott Didier és szövetségi kapitánytól, holott ő kő, keményen dolgozott annak érdekében, hogy teljesen fit legyen a tornára. A lap szerint ez olyannyira megviselte komant, hogy jelenleg úgy érzi, ezek után már nem szívesen húzná magára újra a címeres meszt, főleg, hogy Filip Diallo a Francia Labdarúgó Szövetség elnöke tegnap a nem túl fényes EB szereplés ellenére is megerősítette posztján a válogatottat irányító sámpot így az 55 esztendő szakember kitöltheti a 2026-os világbajnokságig szóló szerződését. 14 év után visszatért nevelőegyesületéhez ez a Vasco da Gama -hoz, a brazil válogatott Filip Coutinho, aki egy évre kölcsönbe érkezett a Rioi klubhoz. A 32 éves játékos még 2010-ben hagyta ott a Fekete-Fehér Mezes Egyesületet, hogy megkezdje európai karrierjét, amely során megfordult az Internacionáléban, az Espanyolban, a Liverpoolban, az FC Barcelonában és a Bayern Münchenben is. 2022. januárja óta pedig az Aston Villa birtokolja a játékjogát, amelyhez még 2026 köti öt szerződés. Az angol klubtól vette tehát kölcsön a Vasco da Gama coutinho aki egyébként az elmúlt szezon szintén kölcsönben a katari Al Duhail csapatánál töltötte, de a barcelonai időszakában megkezdődött hanyatlását a közel-keleten sem tudta megállítani. Juventus tegnap hivatalosan is bejelentette Kéfren Türem leigazolását, aki nem más, mint a klub egykori játékosának, Lilian Türemnak a kisebbik fia, és az Interben futballozó Markus Türem öccse. A 23 éves francia középpályás a Nice együttesétől érkezett a torinói alakulathoz, amely a hírek szerint 20 millió euró körüli átigazolási díj, plusz 5 millió eurós bónusz ellenében szerezte meg a játékjogát. Türem pedig a klub közleménye szerint 2029 nyaráig szóló szerződést írt alá, amely állítólag két millió eurós fizetést garantál számára. Enzo Löffé személyében francia középpályással erősítette meg keretét a következő szezonra az olasz élvonalban szereplő AS Roma. A farkasok első nyári igazolása Stadrentől érkezett, amely a jól értesültek szerint a bónuszokat is beleszámítva mintegy 23 millió euróért értékesítette a középpálya közepén, valamint a balszélen is bevethető 24 éves futballistát, aki 2029 nyaráig szóló megállapodást írt alá a farkasoknál. Nem véletlen egyébként, hogy a róma ép szemelte ki a középpálya megerősítésére. A klub új sportigazgatója Florán Gizolfi ugyanis jól ismeri a középpályás képességeit, lévén 2017 és 2019 között löfénevelő egyesületénél, a Loriannál tevékenykedett, mint másod edző. A játékos pedig akkor bontogatta a szárnyait a narancsárga-fekete Breton együttesnél. Törökországban folytatja karrierjét a négyszeres szériágból király csíró Immobile, miután egybehangzó olasz sajtó hírek szerint a besiktásnak a tegnapi nap folyamán sikerült megállapodnia a játékos vételáráról annak jelenlegi klubjával, a Lációval. Nikolasz Király úgy tudja, hogy az isztambuli egyesület 3 millió euró ellenében szerezheti meg a 34 esztendős olasz válogatott támadót, aki már korábban megállapodott a kérőjével egy 2026 nyaráig szóló és évi 6 millió eurós fizetést tartalmazó szerződésről. Immobile 8 év után készül búcsút inteni a Lációnak, mégpedig igazi klub legendaként, hiszen a 2016-os érkezése óta minden tétmeccset figyelembe véve 207 alkalommal talált be a csapatmezében, amivel jelenleg ő vezeti az 1000 900 ban alapított fővárosi egyesület gól örök ranglistáját. A Real Madrid tegnap délután a hivatalos oldalán bejelentette, hogy mikor mutatja be legújabb sztárigazolását, Kylian mbappé -t. Az eseményre július 16-án kedden 12 órai kezdett el, a Santiago Bernabeu stadionban kerül majd sor, ott pedig a hírek szerint telt ház, vagyis több mint 80 ezer néző előtt, és egy káprázatos show műsor keretein belül mutatják majd be a nagy érdeműnek az elmúlt hét évben a Paris saint erősítő francia klasszist. Ugyanakkor Mbappé az esemény előtt a Real Valdebebászi főhadiszállásán Florentino Perez klubelnök társaságában még egy hivatalos aláírási ceremónián is részt fog venni. Ott fogja ugyanis azt a szerződést, amely az elkövetkező öt évre a királyi klubhoz köti őt. A 15-szörös Beck, illetve BL győztes klub egy másik közleményéből pedig az is kiderült, hogy Mbappé az előzetes híreknek megfelelően a 9-es számú mezt fogja viselni a Reálban. Emellett pedig arra is fényderült, hogy több játékos és új meszt számot kapott a klubnál. Eduardo Camavinga, akinek eddig a 12-es volt a száma, ezen túl például a 6-ost fogja -e viselni. Federico Valverde a 15-öst a 8-asra, Aurelian Chouameni pedig a 18-ast a 14-esre cserélte, míg Arda Güler, aki az előző szezonban a 24-es messzámban futballozott, a jövőben a 15-ös messz tulajdonosa lesz. A Katalán Sport című napilap úgy értesült, hogy az FC Barcelona megtette az első komolyabb lépést a felé, hogy megszerezze az Atletic Bilbao spanyol válogatott támadóját, Nico Williams-et. Ahogyan arról már az egyik múlt heti videónkban is beszámoltunk, spanyol sajtóhírek szerint a Katalán Sztárklubnál immár a 21 éves játékos megszerzése jelenti az egyik fő prioritást a nyári transfer szezonban, ami annak tudható be, hogy Nico Williams az előző idényben egészen kiváló teljesítmény nyújtott a klub csapatában, és az EB döntőbe jutott spanyol válogatottban is remekel a németországi kontinens miadalon. A Barcelona Niko iránti érdeklődését pedig a Rádió Katalunyának adott interjújában a minap az Egyesület első embere, Joan Laporta is megerősítette, az elnök ugyanis a következőket mondta a fiatal szélsőről. Természetesen tetszik a játéka, nagyon is, és ezen a nyáron megengedhetjük magunknak, hogy leigazoljuk Nico Williams-et képesek vagyunk egy olyan igazolást tető alá hozni, mint az övé, árult el Laporta. Azt is hozzátéve, hogy a klubvezetés gőzerővel dolgozik azon, hogy megszerezze azokat a játékosokat, akiket az új edző Hansi Flick kért tőlük. Most a jelek szerint Laporta nem a levegőbe beszélt, mert a sport úgy értesült, hogy múlt héten Barcelonában volt egy találkozó a Barca képviselői és Nico Williams ügynöke Félix Teintá között, amely során a felek között szóbeli megegyezés született a transfer személyes feltételeit illetően. Azzal kapcsolatban viszont alap nem tudott konkrét információval szolgálni, hogy a Barsza Nikónak tett ajánlata, mekkora fizetést és hány évre szóló szerződést tartalmazott. Minden esetre a Barszának a Nico williams történt megegyezése után már csak annyit kell tennie az átigazolás nyilveütéséhez, hogy letegye az Athletic Bilbao asztalára a játékos kivásárlási záradékában szereplő 58 millió eurót. Hogy ez mikor fog megtörténni, azt egyelőre nem tudni, hiszen a Barcelona pénzügyi helyzete jelen pillanatban még nem teszi lehetővé az előbb említett összeg kifizetését, és a játékos leligánál történő regisztrációját sem. Ugyanakkor a sport úgy csatszol, hogy ez a művelet valamikor augusztus elején valósulhat majd meg. Ezzel pedig a mai összeállításunk végéhez érkeztünk. Ha tetszett a videó, akkor nyom rá egy lájkot, like ha pedig új vagy itt, akkor iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a foci világ legérdekesebb történéseiről.